Sziasztok, én Balázs vagyok, és a mai videóban egy újabb, nagyon egyszerű kezdő trükkel jelentkezem nektek. Szóval ez ismételten egy ilyen kártyatrükk alapok rész lesz. Ez egy olyan trükk, amihez nem fog szükségeltetni semmilyen fogás sem. Ismételten bárki elő tudja majd adni, úgyhogy ne is szaporítom tovább a szót, jöjjön is rögtön a trükk. Szóval akkor ugye, mint említettem, a mai videóban is egy olyan trükk fog bemutatásra kerülni, ami nagyon-nagyon egyszerű, nincs is rá szükség túl sok lapra, mindösszesen 3 darab lapra lesz rá szükség, és egy nézőre. Úgyhogy én most el is megyek ilyen becsukott szemmel, nem látok semmit, remélem a kamerában is látszik, és Marci fogja csinálni, amiket kell. Szóval Marci, arra kérlek téged, hogy válasz ki egy lapot, mutass rá a kamerában, látszódjon, hogy melyik az a lap, amire gondolsz, és a másik 2 lapot cseréld meg, légy szíves. És most fordítsd le az összes kártyalapot. És most visszajöttem, tehát most ezt látom én is, amit ti láttok. Tehát ugye Marci választott egy darab kártyalapot, aztán a másik 2-t megcserélte, aztán lefordította az összes lapot, és most arra kérlek, Marci, hogy kezd el a lapokat így összekevergetni. Tehát így most már aztán tényleg végképp semmi esélye nincs, ha megmondani, hogy melyik a választott kártyalap, de meg fogom próbálni megérezni, hogy melyik a Marci által választott kártyalap. Szóval ide rakom a kezemet a lapok fölé. Úgy érzem, hogy Marci a körászt választotta ki. Jöjjön is a trükknek a magyarázata. Szóval akkor lássuk is a magyarázatot. A trükk elején megjegyezzük a középső kártyalapot, ennyi a dolgunk, hogy megjegyezzük, melyik a középső lap. Most így nekem elég könnyű dolgom van, mert ez az egyetlen fekete lap, ez a tref dáma. Én ezt most megjegyzem, és ezt követően ugye becsukom a szememet, és nem látom, hogy mi történik. És akkor a néző ugye kiválaszt egy lapot. Itt 2 esetőség van, a néző vagy a kördámát választja, vagy nem, vagy a tref dámát választja, vagy nem azt választja, és nekünk csak ez, ami igazából befolyásoló tényező, melyiket választja a néző. Amennyiben a kör dámát választja, vagy ez a kör tref dámát választja, nagyon egyszerű dolgunk van, ugye ezt a másik 2 lapot megcseréli, aztán lefordítja az összeset, és nekünk annyi a dolgunk, hogy a középső lapot figyeljük, elkezdi kevergetni, ugyebár, és tudjuk, hogy ez volt a középső lap, fölfordítjuk őket, és ugye mi a középső lap megegyezik a tref dámával, ezért tudjuk, hogy a néző a tref dámát választotta. Ne kérdezzétek meg, hogy pontosan mi a logika mögötte. Igazából elég logikus, mondjuk ha belegondolom, mert ugye a másik 2-t cserélte meg, tehát a dráma maradt középen, és utána ezután forgattuk meg. Tehát így, hogyha a középső lap, amit követtünk, az a dáma, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a néző a tref dámát választotta. Ez az egyik esetőségünk. A másik esetőség pedig az, hogy a néző nem a dámát választja, hanem mondjuk a kör ászt. És ekkor pedig ugye az történik, hogy ezt a 2 lapot cseréli meg a néző, és ezt követően fordítja le az összes lapot. Ekkor nekünk szintén a középső lapot kell figyelnünk, és ekkor azt kell hinnünk, hogy ez a tref dáma, és ugye úgy gondolkodunk, hogy a tref dámát követjük. Tehát tudjuk, hogy ez már nem a tref dáma, de mi azt gondoljuk, hogy ez a tref dáma, és ezt fogjuk követni. És ugye továbbra is követjük a lapot, ami eddig a középen volt, azt higgyük rá, hogy tref dáma, ugye? És aztán fölfordítjuk őket, és amennyiben ez a lap nem a tref dáma, akkor 2 dolgot fogunk tudni ebből. Az egyik az, hogy a néző nem a tref dámát választotta. Ez biztos. És a másik, ami biztos, az pedig az, hogy a néző nem ezt a lapot választotta, tehát nem azt a lapot választotta, amelyiket követtünk. Ebből így kizárás alapon 1 darab kártya maradt, ami nem más, mint a kör ász. Tehát ebből tudni fogjuk, hogy a néző a kör ászt választotta. Most pontos logikát és matematikai megfejtést ne várjatok tőlem, hogy ez miért van így, de próbáljátok ki. A lényeg az, hogy ha megjegyezzük a középső lapot, és ugye a nézőnek megfelelő instrukciókat adunk, tehát mondjuk, hogy válasszon ki egyet, mondjuk kiválasztja a kör 4-est, és aztán a másik 2-t megcseréli, és utána lefordítjuk az egészet, és a középsőt figyeljük továbbra is, amiről ugye azt higgyük, hogy a tref dáma, így, és aztán megfordítjuk,
akkor ugye tudni fogjuk, hogy az alap, amit követtünk, az nem a nézőlapja, tudjuk, hogy a trefdáma nem a nézőlapja, tehát így kizárásos alapon a nézőlapja a kör 4-es. Tehát egy nagyon-nagyon egyszerű trükk, és a pontos logikáját én sem nagyon vágom, tehát hogyha mondjuk végig gondoljuk, akkor logikus, mert ugye a középen volt a dáma, és a másik kettőt cserélte meg, és hogyha, tehát hogy igazából, hogyha gondolkodnék rajta egy 5 percet, valószínűleg rájönnék én is, hogy hogy van, de a lényeg az, hogy ez így működik, úgyhogy tanuljátok meg, és adjátok elő minél több embernek, mert elég akiknek előadtam, mindenkinek nagyon tetszett, mert nagyon egyszerű és ütős, mert tényleg nagyon fairnek tűnik az egész, nincs rá magyarázat pontosan, hogy hogy lehet, hát ugye nem láttunk semmit, ők csak választottak egyet, aztán lefordították és még össze-vissza kevergették is, szóval aztán tényleg nem volt semmi esélyünk, és aztán a végén mégis ki tudtuk találni, hogy melyik a lap, úgyhogy ez egy nagyon jó kis ilyen kezdő trükk, amit tényleg bárhol bárkinek elő lehet adni, és nem lehet, vagy nagyon nehéz elrontani, csak akkor tudjuk elrontani ezt a trükköt, hogyha nem megfelelő utasításokat adunk a nézőnek, és mondjuk nem azokat a lapokat cserélne meg, amit kellene megcserélnie, vagy ilyesmi. Ez már előfordult velem. Öcsém például nem sikerült, követni az instrukciókat, szóval ő vele nem tudta megfelelően előadni, úgyhogy nagyon fontos, hogy az instrukciókat pontosan adjuk a nézőnek meg, és akkor egy nagyon egyszerű trükkről van szó. Na de akkor én nem is szaporítom tovább a szót, még annyi, hogy ezt a videót a deckmaster.hu támogatta, szóval, hogyha szeretnétek a bűvészkedéshez vásárolni minőségi kártyacsomagot, például ezt itt, akkor ezt megtehetitek a deckmaster.hu oldalon, ez például a New T-Red csomag, úgyhogy ezt ott be tudjátok szerezni, és hogyha a KM kuponkódot felhasználjátok, akkor még 10% kedvezményt is kaptok a vásárlásatok árából, úgyhogy azt is mindenféleképpen megéri felhasználni. Na de akkor én nem is szaporítom tovább a szót, én Balázs voltam, és ennyi lett volna mára. Sziasztok!